A Román Akadémia szerint téves az a magyarok által hangoztatott felvetés, hogy az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat autonómiát ígért volna a kisebbségeknek. Ugyanakkor úgy vélik, a dokumentumba foglalt minden ígéret teljesült. Akik pedig számon akarják kérni a dokumentum bármilyen részletének a betartását, azoknak előbb el kellene ismerniük annak lényegét, Erdély és Románia egyesülését. Ez olvasható abban az állásfoglalásban, amelyet a Román Akadémia tett közzé a gyulafehérvári nyilatkozatról. Az állásfoglalás annak kapcsán jelent meg, hogy az RMDSZ a nyilatkozat tartalmának törvénybe foglalását kérte, ezt azonban a többségi képviselők egyöntetően elutasították a képviselőház illetékes szakbizottságában. Az említett mondat pedig arra utal, hogy a magyarok által követelt autonómia ígérete nem szerepel a dokumentumban, viszont az akadémikusok, legalábbis az állásfoglalás megszövegezői és aláírói kétségbe vonják, hogy a magyar kisebbség elfogadta az egyesülés tényét. A tudományos testület azzal érvel, hogy a gyulafehérvári nyilatkozatban szereplő autonómia szó az Erdély, Bánság és Magyarország románok lakta területeinek az idéglenes, az új alkotmány elfogadásáig tartó önigazgatására vonatkozik. Másfelől leszögezik, hogy az erdélyi románok döntése az általuk lakott területek Romániával történő egyesüléséről szólt, míg a nyilatkozat többi részlete mindössze irányelveket tartalmaz. A nyilatkozat harmadik pontja által előirányzott teljes nemzeti szabadságot sem lehet autonómia ígéretként értelmezni, hiszen Románia mindezt teljesítette, a magyarok saját nyelvükön ingyenesen tanulhatnak az óvodától a doktorátusig, sokan közülük pedig állami ösztöndíjban is részesülnek. Nincs olyan oktatási program, amit a magyarok kértek, és a román állam ne hagyta volna jóvá, állítja a dokumentum, nagyvonalúan megfeledkezve például a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem helyzetéről. A törvénykezdeményezésről várhatóan jövő héten szavaz a képviselőház plénuma, ám a szakbizottsági döntés után borítékolható a voksolás végeredménye. Ezzel a témával folytatjuk. A telefonnál Novák Csaba Zoltán történész szenátor. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szenátor úr, hogyan kommentálná a Román Akadémia állásfoglalását a gyulafehérvári nyilatkozat kapcsán? Bármennyire is abszurd az akadémia nyilatkozata, sajnos nem lepett meg, ismerem már régóta az akadémia vezetőségének álláspontját, és sajnálatosnak tartom azt, hogy egy ország legmagasabb tudományos fóruma, intézménye ennyire aktuálpolitikai és nemzetpolitikai szempontok alapján értelmez és elemez egy kordokumentumot, hisz a gyulafehérvári kordokumentum egy közösségnek a jövőben vetett igényét és hitét fogalmazta meg, és ígéreteit arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnék berendezni az elkövetkezendő időszakra az államukat. Túlzó lenne az az elvárás, hogy egy ilyen magas szintű tudományos fórum eltekintsen bizonyos, könnyedén cáfolható, úgymond gyermekded érvektől, mint amilyen, hogy a magyar közösség nem fogadta el az egyesülés tényét, vagy az, hogy a közösség minden igényét kielégítették. Pontosan erre hivatkoztam, amikor azt mondtam, hogy aktuálpolitikai és nemzetpolitikai célokat szolgál, holott tudományos intézményként működik az akadémia, tehát abszolút cáfolható az, hogy minden egyes pontját betartották volna. Tehát senki sem mondja azt, hogy nem valósult meg néhány dolog, például az oktatásban, de hogy a 100%-os lenne, azt egyértelműen láthatjuk, tapasztalhatjuk. És az is abszurd, hogy azt mondja az akadémia, hogy az első pontja, vagy az első két pontja, amely az egyesülést mondja ki, az ugye növénybe iktatható, a többi pedig csak irányelv. De még akkor is kérdőjeles lenne, hogyha csak irányelvként tekintenénk arra, mert az erdélyi románság, aki megtapasztalta a kisebbségi létet, biztos, hogy nem egy ilyen központosított román államot képzelt el magának. Ezek után mire vár a gyulafehérvári nyilatkozattal kapcsolatos törvénytervezet vitáján? Miért érdemes ezt a biztos elutasítást tudatában mégis végigvinni? Azért érdemes, mert tudatosítani kell, tematizálni kell ezt a kérdést. El kell mondani azt, hogy igenis 100 év távlatából sem feledkeztünk meg arról, hogy mit írt a román állam az egyesülés során. És bármennyire is kényes kérdés, ezt napirenden kell tartani, és én hiszek abban, hogyha arra tekintünk, hogy a rendszerváltás óta az elmúlt 30 évben milyen napló lépésekben sikerült eredményt elérni, hiszek abban, hogy lassú, kitartó munkával lehet eredményt elérni, és érdemes is kell erről beszélni. Szenátor úr, köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. Szépen a kérdéseket, további szép estét!